Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneers támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében. Szóval, hogy látja-e magát a természet részeként? Látja-e, hogy ő is része ennek az egésznek, ami itt van, vagy totálisan elidegenedett már önmagától is, amiről egyébként az 20. század irodalmának 90%-a szól, hogy hogyan idegenedünk el önmagunktól, egymástól. Ez egy szuper szervezet. Azt kell tudatosítani, hogy a méh család az olyan, mint mondjuk egy ember. Tehát a méh egyedek, azok tulajdonképpen a sejtek megfelelői, és ahogy különböző sejtjeink vannak, ugyanígy a családban ki vannak osztva a szerepek, és tulajdonképpen a család az egy organizmus, és nem az egyedi méh. Az más kérdés, hogy ez sok egyedi organizmusnak az összessége, de végül is ez a szupraindividuális organizmus. Köszöntjük a Glossa hallgatóit! A méheknek beporzóként óriási szerepük van a biológiai egyensúly fenntartásában a Földön. De a szerepük és helyük van az emberiség kultúrtörténetében, az irodalomban vagy épp a művészetben is. Viszont folyamatosan érkeznek ijesztő adatok a méh populáció csökkenéséről, amelyhez többek között az urbanizáció, az agráriparban használt növényvédőszerek, a klímaváltozás és a különböző vírusok is hozzájárulnak. Vendégeink ezúttal Vejnersenyei Tibor költő, író, a Drót főszerkesztője, aki saját esszérovatot indította a méhészet szakfolyóiratban, ezen alapulva jelent meg a Méhészet művészete című esszékötete. Valamint Rusvai Miklós, egyetemi tanár, virológus, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület volt általános alelnöke, akinek kutatócsoportja elsőként foglalkozott Magyarországon a mézelő méhek vírusfertőzéseivel. Emellett mindketten aktív méhészek. Akik pedig kérdeznek, Szilágyi Adrián és Szilágyi Zsolt. Már sok interjúban már feltették ezt a kérdést, és egy állatorvosnál lehet egyébként adott is, hogy hogyan kerül a méhekkel kapcsolatban, viszont egy írónál költőnél közel sem adott, hogyan kerültetek kapcsolatban a méhekkel, a méhészettel, illetve amit még bekapcsolnék ebbe, hogy egy kutató számára nagyon fontos a megfigyelés. És ez a megfigyelés, ez a méhészetben is visszaköszön, úgyhogy egyrészt erre a személyes kapcsolódásra kérdeznék rá, illetve az, hogy a kutatói attitűd hogyan jelentkezik a méhészetben. Akkor kezdeném én. A méhészettel én nagyon prózai ok miatt kerültem kapcsolatba, a vírusok miatt. Tehát elhangzott itt a felvezetésben, hogy a mi kutatócsoportunk kezdett először foglalkozni Magyarországon a mézelő méhek vírusfertőzéseivel, és a vírusokat, a vírusfertőzéseket, sajnos a méhek vírusait nem tudjuk máshogy szaporítani, csak élő méhekben, tehát nekem folyamatosan szükségem volt lárvákra és bábokra, amelyekbe beoltva a vírusokat el tudtam szaporítani ezeket. A méhészek borzasztóan nehezen adták a fiasítást, ugye, amikor tavasz van, akkor minden egyes méhecskét számon tartanak, hiszen a fő termelési periódus van, és később is egyre nehezebben, mert később meg a betelelést veszélyezteti, ha kevés van a populációból. Tehát nekem el kellett kezdenem méhészkedni, hogy folyamatosan biztosítsam a lárva és báb utánpótlást a vírus termeléshez, a laboratóriumi vizsgálatokhoz, úgyhogy így szereztem aztán 4 méhcsaládot, és nagyjából ez az állomány, tehát hobbi méhészként, most már nyugdíjasként nem vírus termelésre használom a méheimet, tehát ezt az időszakot már kinőttem, de minden esetre, aki szerintem egyszer elkezdett méhészkedni, az nem tudja abba hagyni. Tehát én 99-től nagyjából 2015-ig foglalkoztam intenzíven a méhvírusokkal, és valóban azt tudom mondani, hogy volt egy időszak, amikor világviszonylatban is jelentős volt a kutatócsoportunk munkája, de ennek ellenére azóta én ezt abba hagytam. A kutatócsoportom megvan a mikrobiológiai tanszéken, de én már nem végzek ilyen irányú munkát. Ugye két kérdés volt. Az elsőre van egy ilyen kedves
történetem, hogy miután ugye 9 évvel ezelőtt kiköltöztünk innen Budapest belvárosába a feleségemmel Szentendre szélére, a hegyoldalba, és így sétáltam a kutyámmal, és láttam Misi bácsit, ahogy méhészkedik, és így elgondoltam, ha most ilyen 40 körül elkezdek méhészkedni, akkor talán 60 éves koromra már egy viszonylag nem túl rossz méhészt lehet belőlem. Ez igen nagy becsvágynak tűnt. És aztán begyorsultak a dolgok, hiszen jött a Covid, a járvány, és egy nagyon kedves barátomnak az édesapja abba halt meg, idős méhészként, és az összes méhét ránk hagyta, vagy rám hagyta, 16 családot, akkor már volt 2 méh családunk, úgyhogy hirtelen a Covid kellős közepén 18 méh családom lett, egy pici álló méhészetünk, ami azóta 27-re fejlődött fel, tehát ez egy kis családi méhészetnek számít. Nekünk pont elég, 2 a feleségemmel visszük ezt a kis méhészetet. És a másik kérdésre a válaszom, hogy megfigyelés és a megfigyelt milyen viszonyban van, az egyik központi téma a Méhészet Művészete könyvemnek a Méhek és az Ember című eszébe például, ahol ezt nagyon sokféleképpen próbáltam körbejárni, és hogy az ember milyen nehezen tudja jól megfigyelni a természet jelenségeit. Az első verses kötetem, ami 2005-ben jelent meg, a Természettel való kapcsolat újragondolása címmel jelent meg. Én azt szoktam mondani, hogy azóta sem csinálok más, csak a természettel való kapcsolatomat, az ember kapcsolatát, a magyarság kapcsolatát a természettel, hiszen magyar költő vagyok, próbálom megfogalmazni, és itt azért is fontos az, hogy magyar költő vagyok, mert Arany János is azért hangsúlyozta, hogy magyar nyelven kell tudományt művelnünk, akár humántudományokat, akár természettudományokat, mert akkor nem pusztul ki ez a nyelv, akkor nem pusztul ki ez a nép, hogyha a modern problémákat, a modern kor, az új korok problémáit meg tudjuk fogalmazni. És ez egy költőnek megfelelő feladat. Nagyon aktuális ez az utolsó gondolat egyébként. Azt beszéltük meg, hogy a méhészetről fogunk beszélni, de a magyar nyelv tudományokkal való kapcsolata szerintem nagyon-nagyon aktuális, és erről lesz majd egy beszélgetésünk, vagy kell, hogy csináljunk egy beszélgetést. Én visszatérnék azért mégiscsak a méhészethez. Ugye a méhészet az gyakorlatilag az emberrel talán így egy idős lehet. Mikor kezdődhetett a háziasítása a méheknek? Mióta vagyunk ilyen szoros kapcsolatban velük, és mióta lehet az, hogy nem csak meglopjuk őket olyan értelemben, hogy a méhek mézét elvesszük, hanem hogy mi együtt működünk velük? Megmondom őszintén erre, én legfeljebb Tibor könyvéből tudnám a választ, amit most föl kéne lapoznom. Én azt hiszem, hogy 5-10 ezer éve, tehát 40-50 ezer éves a legrégebbi ilyen barlangrajzok és olyan hagyományok, de még egyszer mondom, átvett információ, tehát majd autentikusabb is lesz a válasz Tibortól. Mindenesetre én egy valamit tudtam meglepve a közelmúltban egy doktori disszertációban, hogy az észak-amerikai területen nem voltak olyan méhek, amik mézet gyűjtöttek volna, és az indiánok nem is ismerték például a mézet, és a méhektől kifejezetten féltek és idegenkedve fogadták, és úgy hívták a méheket, hogy a fehér ember legye. Tehát kifejezetten baljós volt a számukra a méhek megjelenése, hiszen ezt a gyarmatosítással és a saját népeik leigázásával azonosították. Mindenütt a világon, különben Ázsia, Afrika, a méhészet, a méhek, a természet nagyon szorosan összekapcsolódott, és a mézgyűjtő ember pedig egy hagyományos foglalkozás volt több tízezer éve. Abszolút. Csak megerősíteni tudom, amit a Miklós mondott, hogy a könyvben ugye több fajta tudományterületet ötvözök, a néprajztudomány ezekre a kérdésekre például ad választ, meg az őskori barlangrajzok vizsgálata, amit említettünk itt az előbb. A Valenciában, a Pókok barlangjában találjuk az első olyan barlangrajzot, ahol mézvadász látunk, tehát nem méhészt, és ez egy hosszú folyamat volt, a műveltség igazából, amit itt látunk, és a szellem fejlődését, meg a természethez való viszonyunk változását, a mezőgazdasághoz, az állatokhoz és a növényekhez való viszonyunk változását látjuk az évezredeken keresztül.
Egyiptomban már tudatos méhészkedésről beszélünk, tehát ott nem kirabolták az odúkban megbúvó méhcsaládokat, de aztán ez a mézvadászat, ez egyébként nagyon sokáig, főleg például a Kárpát-medencében is fennmaradt, erről Gunda Béla, a kiváló néprajztudós nagyon szépen írt egykoron. Aztán hát ugye a lustaság félegészség, a parasztok hazavitték a fákat, amiben méhoduk voltak, és aztán kasokba ütötték bele a rajokat, és a ház körül kezdték el őket tartani, hiszen volt elég munkájuk a földeken, általában egy méhész nem csak méhészkedett, hanem volt kertje is, nekünk is, és aztán utána ezek a hazavitt rajok lettek azok a méhcsaládok, amelyek aztán, amikor 200 évvel ezelőtt körülbelül megjelent ez a keretes méhészkedés, amikor néhány nagyon okos méhész bácsi kitalálta, hogy hát tulajdonképpen ilyen keretekben sokkal jobban lehet látni, hogy mi történik ott, nem kell lerombolni a lépépítményeket, akkor változott ez a méhészet, és nagyon fordult. Igazából mi már ezt a modern méhészetet űzzük. Annyi még az előzőekhez az én részemről. Tibor itt a korábbiakban említette, hogy egy álló méhészetben egy kis városban vagy község szélén levő házban méhészkedik. Én azt elfelejtettem mondani, hogy én pedig Tanyán élek, a legközelebbi szomszédom az 1 kilométerrel, akik a legközelebbi falu az 5 kilométerre van, én pedig egy természetvédelmi terület közepén lakom, és hát a méheknek itt ideális környezete van, hiszen vegyszerhasználat nincsen, a természetes vegetáció mindig biztosít számukra megfelelő pollent és nektáradó növényeket, tehát én nagyon jó körülmények között méhészkedem, de egyébként más állatokat is tartunk. Én mióta nyugdíjba mentem, ennek idestova 8 éve, azóta életvitelszerűen ott lakom, és hát ott a földet műveljük, illetve állatokat tartunk. Ott a tanya környékén 7 hektár föld van, és ebből remekül el vagyunk. Jönnek a laikus kérdések. Magyarázzunk meg ilyen dolgokat, hogy álló méhészet, nem álló méhészet, hogy beleütik a méheket, hova ütik a méheket. Tehát ezeket az ilyen alap... Vannak gondolataim ezzel kapcsolatban, de nyilván a szakértőket kérdezem, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek, hogy jobban értsük azt, hogy mi történik a méhekkel. Kicsit érzékeny vagyok a szavakra, és amikor azt mondtad, hogy szakértő, azt azért így száfolnám, szóval én egy költő vagyok, aki méhészkedik, és írt egy könyvet a méhészet művészete címe, ami egy kultúrtörténet, ilyesmi. Az, hogy szakértő lennék a méhészetben, azért nem merem mondani, mert ismerek tényleg nagyon-nagyon tehetséges és jó és kiváló méhészeket. Pont azért, mert ugye az elmúlt 2 évben az írásaimat közölte a méhészet szakfolyóirat, és azon keresztül azért így megismertem, hogy Magyarországon vannak jó méhészek. De álló méhészet az, amit ezek szerint Miklós és én is csinálunk, tehát, hogy nem vándorlunk a kaptárainkkal. Bár bennem már évek óta van a bugi, hogy vándoroljak, és csábítanak is ezek a méhész barátaim, hogy menjünk gesztenyére, vagy menjünk hangára, vagy vándoroljunk nem tudom hova, de a felesége mindig lebeszél róla. Itt talán közbeszúrólag annyit, hogy jegyezek meg, hogy ugye vándorméhész, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy van neki egy lakóhelye, ahol tulajdonképpen a méheivel legtöbbször csak a telet tölti. És azután az első virágzó növények, ez akár lehet mondjuk a fűz, ami már el is virágzott az idén, tehát ilyenkor március elején, elindul a fűzre, utána jön a repce, utána megy akácra, utána megy, vagy közben még elmegy a gyümölcsösbe, az akác után már jön a napraforgó után a vaddohány után a szolidágó, tehát ahogy a különböző növények az évszaknak megfelelően virágoznak, a vándorméhész követi ezeket a nektár és pollenadó növényeket, és a Délalföldtől a Nógrádi hegységig ugye más-más időszakban virágoznak a növények, és a vándorméhészek ezt lekövetik. Ez nyilván sokkal nagyobb hozamot hoz, hiszen mindig terített asztal van a méheknek, sokkal több nektárt, sokkal több pollen tudnak gyűjteni, mint az, aki egy helyben van, hiszen ott sokkal
időszakosabb és kevesebb növény van, mert ha valaki egy napraforgó táblába beáll, akkor ha az mondjuk egy 40-50 hektáros tábla, akkor ott szinte korlátlan mennyiségű nektár és virágpor áll a méhek rendelkezésre. Egy virágos mezőn ez nincsen. Változatos, de nem nagy mennyiség. Kicsit olyan, mint a nomádok legelőváltó gazdálkodása, hogy megyek. Igen, de két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hát olvasva az a öreg magyar méhészek kiváló könyveit, azért volt, hogy 3 akácot is megfogtak, 3 akác virágzást, és ömlött az akác nektár a kaptárakból, de közben én már egy 21. századi srác vagyok, és méhész ezzel együtt, és én azt is látom, hogy egy-egy ilyen vándorlás milyen stressznek teszi ki a méheket, és hogy mennyi kockázat van pont a betegségek és a vírusok kapcsán, hogy ugye nekem is, én minden méhész kihívja, vagy a jobb méhészek, vagy remélem, hogy a legtöbb méhész, meg akik ezt hallgatják, aztán pláne, kihívják az állategészségügyist, megnézik, hogy a méhek jók, minden évben legalább egyszer, vagy kétszer. Ha vándorolnak, akkor külön vándorlási engedély kellene, ugye, vagy kell, hogy nem visznek betegséget egyik helyről a másikra, és ezek iszonyú fontos dolgok lennének, illetve mondom, tehát amikor hozzányúlunk a méhekhez, akár pusztán csak átnézzük őket, akkor is zaklatjuk a méheket, és ezért jó szerintem az a szelíd méhészkedés, és a minél inkább észrevenni akár a zúgásukról, akár az illatukról, akár a viselkedésükről, igen, hogy van-e gond, nincs gond, kell-e beavatkozni, mert azért olyan, mintha itt vagyunk Budapest szívében, most is egy óriás kéz így benyúlna ide, és kivenne téged, megnézni, hogy hát jól van, rendben van, minden oké, és utána visszarakna. Hát azért a mai napod az úgy kész lenne szerintem eléggé. És ők is hasonlóan éreznek, úgyhogy amikor a méhekhez nyúlunk, akkor egy nagyon érzékeny szervezetben nyúlunk bele, ugye, akik például kint hordják a méhüket, mert a lépben ott kelnek ki a méhecskék, oda petel, lárva, bábot kell ki a kis méhecske, ott van a kis élelmiszerraktáruk, tehát mintha be is, nem csak egyszerűen benyúlunk a városukba, hanem benyúlunk a testükbe igazából. Egyrészt ugye mindig meg kell mosni például a kezünket, megtanultuk itt az elmúlt időszakban, valaki csak most, de hogy tényleg erre oda kell figyelni, vigyázni kell rájuk szerintem. És akkor bocsánat, még egy kiegészítés, mert itt megint elhangzott két szakkifejezés, ugye ez a 3 akácot is megfognak. Ez azt jelenti, hogy a Csongrád megyei akác és a Nógrád megyei akác között gyakran 3-4 hét különbség is van a virágzásban, tehát a vándorméhész ezt 3-szor megfogja, lemegy Csongrád megyébe, megáll, aztán utána Pest megyébe, egy hét múlva átköltözik, és még egy hét múlva megy tovább Nógrádba, tehát ez jelenti, hogy 3 akácot is megfognak. Az, hogy beütjük a méh családot, az pedig azt jelenti, hogy a méhek, amikor megrajzanak, tehát ugye tartalék anyát nevelnek, a család kinevel egy új anyát, mert az előző már öregszik, vagy túlnépesedett a kaptár, és szét kell osztani a népességet, akkor kirepülnek, ezt hívjuk ugye rajzásnak, és feltelepszenek valahova, valamilyen felületre, legtöbbször egy ágra, vagy egy gerendára, vagy egy hintának a rúdjára. Nagyon változatos helyeken látunk ilyen méhrajokat megtelepedni, és ezt azután a méhész egy kasba bele tudja rázni, bele tudja ütni, mert ezek a méhek ilyenkor nagyon szelídek. Tehát a rajban lévő méhek szemben például a rajzás, meg sok minden más ilyen horrorisztikus filmek vannak, a rajban lévő méhek nagyon szelídek, tehát ott van egy 3 kilós, több ezer, de inkább 10 000-nyi méh, és ezeket úgy lehet ütögetni, rakosgatni, megmarkolni, arcunkra kenni, hogy nem csípnek. Tehát ilyenkor a legszelídebbek a méhek, ilyenkor könnyű velük bánni, és ütögetéssel, vagyis öntögetéssel egyik kasból a másikba, a kasból a kaptárba bele lehet ezeket ütögetni, bele lehet önteni, és így a méhész tud velük bánni. Bocsánat, ezek ilyen technikai részletek. Viszont én megragadnám azt a filmek és a rajzás ennek a témáját, mert hogy azért egy nagyon fontos dolog, és ez még az első kérdéshez fog kapcsolódni, hogy ugye ősidőktől velünk
élnek a méhek. És ugye ennek van egy percepciója, akár a költészetben, képzőművészetben, zenében, és akkor itt kapcsolnék a filmekben, rajzfilmekben, és ez nyilván a kötetnek is egy ilyen központi eleme, és nyilván nem áll rendelkezésre annyi időnk, hogy ezt mind végigvegyük, de szerintem az egy fontos dolog, hogy hogyan ábrázolják a méheket, vagy milyen tulajdonságokkal ruházzák fel, vagy hogyan ábrázolják a méhészt. Szóval ez a két különböző dolog, és aztán most visszafogom magamat, mert még több kérdést tennék fel, de hogy ez lenne, ami a kötetben is visszaköszön, hogy ezeket hogyan láttatják az idők során. Hát igen, tehát ugye ez az, hogy nem lehet megúszni házi feladat nélkül, tehát el kell olvasni a könyvemet, nyilván nem fogom tudni. Ez itt a reklám helye, nem fogom tudni a 2,5 éves kutatómunkát elmondani 15 percben, de ami biztos, tehát hogy ugye én próbáltam nem csak azt megmutatni, hogy mondjuk a zenében, hogy jelenik meg a méh, vagy a festészetben, vagy megrendeztem képzeletbe a méhes filmek fesztiválját, hogy úgy tűnik, hogy tényleg meg fognak most rendezni a Balatonfelvidéken ennek a könyvnek a hatására, aminek nagyon örülök. Szóval, hogy nem csak azt próbáltam megmutatni, hogy ott most megjelenik egy méhecske, és akkor a, mit tudom én, a Mici Mackóban megjelenik egy méhecske, és a méz, és az milyen szerepe van, meg a különböző filmekben, mint a Honeylandben, vagy a Mr. Holmes című filmben, ahol a visszavonult Sherlock Holmes méhészkedik egy tanyán. Szóval nem csak ezeket, hanem azt, ahogy a különböző művészeti alkotásokon keresztül, a különböző korokban ráadásul, hogyan változott a képe egyrészt magának a méhésznek, a méhészetnek, mint szakmának, a méhésznek, mint aki ezt a szakmát végzi, és a méhekről való gondolatunk, tehát milyennek láttatjuk őket, míg mondjuk az őskori barlangrajzba a méhecskék akkorák, mint a madarak, a pálcika emberhez képest. Egyébként is a barlangrajzokon megfigyelhetjük, hogy az emberalakok azok nem hangsúlyosak, míg mondjuk egy bölény egy alakja elképesztően gyönyörűen és festőjén ki van dolgozva, addig az emberek azok maximum csak kéznyomok és pálcikák. És ezt összevonhatjuk, ez egy feltételezés, nem biztos, hogy így van, de az, hogy talán az ego nem volt annyira fontos, tehát vagy az egyén nem volt annyira fontos, és a közösség volt fontosabb, illetve a megfigyelt élőlények, állatok, természeti jelenségek körülöttük, hiszen az életük múlott rajta. És ezek azért fennmaradtak, ezek az emberi közösségek, elég sokáig túlélték a jégkorszakot, szóval utána a neolit korban olyan dolgokat építettek, mint Stonehenge vagy Göbleki tepe, ami évezredeken keresztül épült, és megfigyelték a csillagok állásait. Szóval azért nem voltak buták ezek az emberek szerintem, csak máshogyan éltek, másképpen, mint ahogy a mai modern ember. De ahogy nézzük ezeket a művészi alkotásokat, azt látjuk, hogy tényleg változott a viszonyunk a méhekhez, mást látunk a méhekbe, mást látunk most a 21. században különösen, amikor ugye a pollinátorok, tehát nem csak a mézelő méh, hanem valamennyi beporzó kritikus helyzethez ért. Érdemes Dave Goulsonnak a könyveit olvasni, aki tud angolul a kedves hallgatók közül, de más is. Tehát mondjuk szép ilyen young adult regényben a Maya Lünd írt erről a méhek története című regényében, de olvashatunk máshol is a beporzók kríziséről. A Magyar Természetvédők Szövetsége adott ki egy beporzó atlaszt például, amin láthatjuk, hogy mi a helyzet. A németek folyamatosan írnak erről. Szerintem ez egy nagyon jól tárgyalt téma, de sajnos hiába nagyon jól tárgyalt téma, ettől még ugyanúgy olyan neonikotinoid vegyszereket használunk a mezőgazdaságban, monokulturális ökológiai sivatagokat teremtünk, és nem gondoljuk át újra a mezőgazdaságot. Bocsánat, én csak azt akartam, hogy milyenek a méhek. Az emberek általában kettő dolgot tudnak. Szorgalmas és csíp. Tehát az átlag embernek nagyjából ez van meg a méhekről, a méhészekről pedig körülbelül annyi, mint a kígyóbűvölőről, vagy az állatszelídítőről, hogy egy kicsit furcsa, magának való habókos, és egy olyan állattal foglalkozik, amitől az emberek túlnyomó többsége fél. Tehát tulajdonképpen ezt lehet összefogni a méhekről és a méhészekről a köztudat szempontjából. A néprajz megjegyzi, a magyar néprajz például, hogy ördöngös méhészeknek hívták, varázslóknak, akik ilyen fehér kalapban, füstpamacsokkal, meg nem tudom, ott varázsolnak.
Hát mondjuk ismerek ilyen mézt, de szerintem na mindegy. Nagyon megnyugtató bánni velük, nem csípnek, vagy ha csípnek, akkor az ember nem feltétlenül veszi zokon, de minden esetben nagyon-nagyon megnyugtató. Tehát én pszichoanalízis szempontjából is nagyon fontosnak tartom például a méhészkedést. Az ember lenyugszik 5 perc alatt, hogyha kimegy a méhesbe. Nem hiába gondolkoztak ott a régi öregek. Abszolút egyetértek, hogy figyelsz közben a méhek viselkedésére is, meg a saját viselkedésedre is, és ez tudatosságra nevel. Én például rendszeresen gyakorlok vipasszana meditációt, pont azért, mert az egyfajta tudatosságra nevel. És írni is, ha az ember verset ír, vagy eszét ír, vagy drámát ír, ezek azok a műfajok, amiben én elsősorban alkotok, ha el akarunk mondani az embereknek valamilyen történetet, akkor tudatosságra van szükség, hogy az elejétől a végéig, ugye bevezetés, tárgyalás, befejezés, végig mondod a sztorit, és úgy, hogy az érdekes legyen számára is. Tudatosnak kell lenni, tudatosságra nevelnek a méhek. Két dolog, hogy egyrészt nekem ez a meditatív állapot eszembe jutott, amire utalsz, vagy amit a Miklós is mondott, hogy jó a méhek között lenni, és egy kicsit ott így relaxálni tulajdonképpen, de ugyanakkor azért az is látható, és ez talán beleillik abba a képbe, ami sajnos így a modern világunkat jellemző, nagyon eltávolodtunk a természettől, az emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni ezekkel a természetes helyzetekkel, és ilyen értelemben tényleg az van, hogy a méhektől félnek. Nem tudják, hogy hogy kell velük bánni, mert azok csípnek. Bocsánat, a haláltól is félnek, pedig annyira természetes része az élet befejezésének, tehát a magamfajta mezőgazdaságban dolgozó és élő ember például rendszeresen öl. És sajnos tudja az ember, hogy a termés betakarítása ugyanúgy, ahogy leszedem az almát, ugyanúgy, ahogy lekaszáljuk, learatjuk a búzát, ugyanúgy bizony a csirkét is az embernek le kell vágni, a bárányt le kell vágni, adott esetben sajnos ölni kell. És ugyanolyan rezzenéstelen arccal és sztoikusan kell elfogadni a saját halálunkat is, tehát magyarul az ember a mezőgazdaságban megtanulja, hogy a halál az élet része, és ezt el kell tudni fogadni. Bocsánat, itt a meditatív részből egy kicsit itt hadd vigyek át egy olyan dolgot, amit az ember kint a természetben nagyon gyorsan megtanul, hogy a halál az az élet része. És ehhez még, amit mondtál, és amit mondott a Miklós, hogy egy kicsit ilyen filozófiai gondolatot hozzá esetleg, hogy nem biztos, hogy vajon a természettől van az ember elidegenedve, vagy önmagától és a világtól? Látja-e az ember magát a természet, vagy a teremtés, vagy a teremtett világ, vagy a kinek mi húzza be az X-et? Szóval, hogy látja-e magát a természet részeként? Látja-e, hogy ő is része ennek az egésznek, ami itt van, vagy totálisan elidegenedett már önmagától is, amiről egyébként a 20. század irodalmának 90%-a szól, hogy hogyan idegenedünk el önmagunktól, egymástól. Szóval én megfordítanám ezt az egészet, erre próbálok utalni a kérdéseimmel, hogyha az ember önmagával is valamennyire rendbe jön, meg megérti például azt, amit az előbb a Miklós mondott, hogy a halál az élet része, ahogy a születés is, hogy részesei vagyunk a természetnek, vagy a teremtésnek, mondom, mindenki a megfelelőt húzza alá, alkoholos filccel, szóval akkor ezek a kérdések megfordulnak, megváltoznak, és aztán majd ez nem csak az épített környezetünkön múlik, mert ha most itt a beszélgetés során kinézek ezeken a hatalmas üvegablakokon, akkor épülő ilyen toronyházakat látok, ami nagyon idegen attól a környezettől, amiben én általában vagyok, és mindig megdöbbenve nézem, hogy az egyébként csodálatos építészeti kultúra, amiben az emberiség így felépített nagyszerű épületeket, hogy jutott el ide a Lego hatására, vagy nem tudom, hogy ilyen minimál modern épületekben élt, de ugye egyre kevesebb a zöld benne ebbe. Ott még van az utcán néhány fa, az autóknak árnyékot adandó, és ahogy így eltűnik a zöld, eltűnik a természet, úgy tűnik el annak az emléke is, hogy hát az ember azért ebből jön. És az urbanizált környezetben élő ember a mézet, mint terméket látja igazából, és talán kevésbé érdekli, hogy milyen méz, hogy azt felütötték-e cukorral, vagy egyebekkel, amiket mostanában hallunk, és mondjuk
nem gondolja végig, hogy aminél az előbb utaltatok, és kicsit most így visszatérve ehhez az apokaliptikus képhez, hogy ha nem lesznek méhek, akkor nem csak mézünk nem lesz, hanem igazából semmi más termék például. Talán. Hát vannak olyan termények, és szerintem ebben Miklós a jobb, amik ugye mondjuk szélbeporzás, vagy máshogyan... Sarkítok, de... Igen, de mondjuk azért elég sok mindenről le kéne mondani, de itt azt is látni kell, hogy milyen érzékeny ökoszisztémában vagyunk benne, amiben a rovaroknak, ezen belül a méheknek is, iszonyú fontos szerepe van. És nincs olyan, hogy majd drónokkal beporzunk, meg mit tudom én, ezt el lehet felejteni, mint ahogy szerintem azt is, nem azt mondom, hogy nem lehet olyat csinálni. Persze, csinálják meg, iszonyú költséges lesz, még több szennyezőanyagot, de amit már jól kitalált a természet, ami már működik, könyörgöm, azt nem kell máshogyan csinálni, mint ahogy ő azt már megoldotta. Én erről írok az űrméhek kapcsán, hogy persze el lehet menni más bolygóra, meg lehet próbálkozni, nagyon érdekes science fiction, meg iszonyú pénzeket, rakétákat bele lehet rakni, de lehet, hogy olcsóbb, egyszerűbb és normálisabb dolog lenne, ezt hangsúlyozom, bár tudom, hogy nem normális világban vagyunk, úgyhogy ezt a sztoikus tablettet én is minden reggel beveszem, amit a Miklós említett, hogy egyszerűen csak megóvni azt, ami van, vagy szeretni a természetet, és vigyázni rá. És ez sokféleképpen lehet egyébként. Én ezt egy kicsit úgy látom inkább, hogy mind a kettőre szükség van, tehát az irodaházakra, modern építészetre, nagyvárosokra, autópályákra, tehát egy kicsit ketté válik szerintem az emberiség is és a környezet is, tehát lesz egy egyre inkább természetközelibb természet és ember, és lesz egy olyan, aki pedig ettől ellentétes, és koncentráltan nagyvárosokban viszi majd tovább egy másik irányba az emberiség számára szintén fontos tevékenységet. Ez a kettő óhatatlanul el kell, hogy váljon, ami régen még szervesen együtt volt, tehát még az egyiptomiak, görögök egyszerre tudtak a természetben élni és évezredekre szólót alkotni. Sajnos ez most úgy látom, hogy lehet, hogy ketté válik, mert a tudományt kint a tanyán nem lehet vőverni. Tehát én a gumicsizmából nem tudok rögtön átnyergelni a mikroszkópra. Meg lehet próbálni, de azért nem ugyanaz, hogy az ember mondjuk reggel kitrágyáz a birkák alól, és utána bemegy, és angolul előadást tart a hallgatóknak. Ehhez azért kell egy bizonyos skizofrén állapot, és ezért mondom én, ezt egy ideig, óráig lehet vinni, de nagyon megterhelő, és előbb-utóbb az emberben kiforja magát, hogy melyik az, amit inkább tud csinálni, vagy melyiket kell, hogy válassza, mert egyszerre nem lehet a kettőt. Én picit egy olyan témához mennék vissza, ami nagyon sok ponton előkerült. Egyrészt az ideális környezet, érzékenyek a méhek és az ember, modern világ, természettel való együttélés, de picit behozva Miklósnak a kutatási témáját, a betegségeket is. Tehát, hogy kicsit azt járnánk körbe, hogy mi is okozza a méheknek az ilyen fokú pusztulását, milyen betegségek vannak, hogyan jelenik meg ebben az ember, hogyan tudjuk óvni ezt. Tehát megint tudom, hogy egy nagyon komplex kérdést tettem föl, csak nagyon sok ponton előjött már ez a beszélgetésbe, de hogyha ezen a kérdésen keresztül tudnánk egy kicsit ezt körbejárni, vagy erre fókuszálni. A méhek fogyatkozását, a méheknek a népesség csökkenését, és általában a méheknek a kipusztulás veszélyét nem a kórokozók idézik elő, mint ahogy az emberét sem. Tehát ne felejtsük el, hogy az evolúció az egy óriási dolgot kitalált, ezt az adaptációs lehetőséget, meg az immunrendszert. A középkorban sokkal nagyobb járványok voltak, mint most a COVID, aminek én mondjuk köszönhetem, hogy a média megismer, de úgy általában a középkor, a járványok kora, akkor se pusztultak ki az emberek, pedig nem volt még vakcina, nem volt gyógyszer, nem volt antibiotikum, de nem halt meg mindenki egy kolera járványban vagy egy pestis járványban. A kórokozókkal megtanultunk együtt élni, genetikailag szelektáló hatással volt az emberekre, és ezt a szelekciós lehetőséget kivettük a kezükből az emberek vonatkozásában is, és bocsánat, nagyon kegyetlenül fog hangzani,
de azzal, hogy megmentünk és reprodukciós korig elviszünk olyan ember egyedeket is, akik adott esetben különben már régen kipusztultak volna, vagy elpusztultak volna, nem érték volna meg ezt a kort. Ezzel tulajdonképpen előidézünk egy genetikai teljesítménycsökkenést immunológiai szempontból. Ugyanígy az állatoknál, a házi állatoknál is ezt elvégezzük, hiszen a tehénnél az a szempont, hogy minél többet tejeljen, az agárkutyánál, hogy minél gyorsabban fusson, a sertésnél, hogy minél gyorsabban hízzon meg, és nem az, hogy ellenálló legyen a kórokozóknak. Tehát azok az állatfajok, amik a környezetünkben élnek, a természetben nem élnének meg, mint ahogy a legtöbb ember sem. Tehát a kipusztulását a méheknek mi okozzuk? Azzal, hogy magasan szelektálunk arra, hogy jól hordjon, hogy szelíd legyen, hogy beporozza a virágokat, tehát nem arra szelektálunk, amire a természet a szelekciót, az evolúciót kitalálta. Tehát ez, hogy az ember beavatkozik az állatok és a saját evolúciós folyamataiba is, ez sajnos azt fogja eredményezni, hogy előbb-utóbb nagyon sok mindenki pusztul, lehet, hogy mi magunk is. Lehet, hogy a méhek előbb, lehet, hogy a méhek később. Biztos, hogy a legyek fognak legutoljára kipusztulni, amiknek az evolúciós folyamatába az ember nem tud beleavatkozni. Vagy a hangyák, vagy a nem tudom milyen mélytengeri élőlények. Igen, erre, hogyha reflektálhatok egy nagyon kicsit, csak hogy a Miklós elsősorban ugye biológiai vagy virológiai, tehát hogy tényleg evolúciós szempontokat sorolt fel, és hogyha az ember ezt emberi vagy humán szempontból nézi, akkor ez ijesztően hangzik, de ugye tényleg a saját méhesembe én is szelektálom a különböző anyákat, én mindenről naplót vezetek, jegyzetelek, megfigyelek, visszajelzek az anyanevelőnek, akitől az anyát kaptam, esetleg én magam is tovább vittem olyan vonalakat, amelyeket szelektáltam arra, hogy jól hordtak, átteleltek, ellenállóak voltak-e a betegségekre, mert ezt is nézem, tehát, és ezeknek általában virág a feleségem, nevet is ad, szóval van olyan méhecském, amit Etelka kettőnek, Miguel a négynek, tehát ezeket az anyákat nevezzük el igazából, és ezeket a naplókat én vezetem. De szerintem, és akkor itt jön az etikai, filozófiai oldala ennek a dolognak, egyrészt szerintem fontos, hogy meggyógyítsuk az állatokat és az embereket, és esélyt adjunk annak, hogy valaki ne pusztuljon el kora gyermekkorában, mondjuk nem tudom milyen gyerek... Kanyaróba. Hívlőben, igen. Tehát, hogy miért fontosak ugye a gyermekoltások, hogy ott ne halljanak meg a gyerekek, és hogy eljussanak mondjuk a felnőtt korig, akár nekik is legyenek gyermekeik, mert ugye egy ember nem csak a genetikai összeállítása, és innen mondom, hogy már ez etikai és filozófiai vitává fajulhat, hanem azok a képességei is, amit az életében megvalósíthat. Például lehet, hogy kiváló matematikus lesz, zeneszerző, vagy egyszerűen csak egy jó apa, egy jó testvér, az is nagyon nagy dolog már szerintem a mai világban. Tehát látnunk kell azt, hogy az élet az igenis érték, és az embernek nem elsősorban az a feladata, hogy feltétlenül ítélkezzen az életek felett. Ugye nem tudom, a fasizmus ebbe belerohant, hogy akkor ők majd kitalálják, hogy mi a csodálatos genetikai íze, és akkor az lesz az, és akkor mindenki más pusztuljon. Szerencsére nem nyerték meg a világháborút, sőt, bebizonyosodott, hogy ez így ebben a formában marhaság. Én azt mondanám, és akkor itt jön a filozófiai része, vagy akár lehet ez teológiai része is, hogy az ember a saját helyét hogyan látja a természetben, oda-vissza utalnék. Tehát, hogyha én a zsidó-keresztény hagyományból jövök, akkor én úgy látom az ember helyét a teremtésben, mint egy kertész, mint akire rá van bízva a teremtés, mint akinek felelőssége van a teremtésben, akinek felelőssége van az életért, akinek minden élet pont azért szent, mert Isten hozzáért, és a teremtés benne mutatkozik meg. De mondom, ezt nem kell így látni, az, aki mondjuk teljesen ateista, és nem lát semmi ilyesmit a világban, az nyugodtan láthatja úgy például, hogy vajon értéknek látja-e az életet.
például a saját életét, vagy más életét, például a gyermeke életét, vagy az édesanyja, édesapja életét, mert nagyon gyakran hallom, hogy hát megérett a világ a pusztulásra, az emberiség tönkretesz mindent, fúj, emberiség. És akkor én mindig azt szoktam mondani ezeknek az embereknek, hogy de hát te is ember vagy, és nézd meg ott a kislányod, kisfiad, ő is ember, akkor dobnád rögtön a tűzre, tehát hogy akkor most ezt mondod tulajdonképpen. Magyarul, hogy nem lehet ezt így elutasítani, az embernek igenis szerepe van, a humánum rendkívül fontos dolog, és pont egy dehumanizálódó világban irtózatosan alá kéne húzni, akár vallásos az ember, akár ateista, akár milyen szemléletben hisz, az élet az szent. Bocsánat, az előző szavaim lehet, hogy félreérthetők voltak. Én egész életemben azon dolgoztam, a gyógyításon, a vakcina készítésen, az életek megmentésén, stb. Teljesen egyetértek ezzel, én csak azt mondtam, hogy valamit valamiért. Tehát ugyanakkor nem tagadható, hogy az ember által végzett szelekció az antropocentrikus szempontok szerint történik, és ezek az antropocentrikus szempontok nem mindig azonosak az evolúció szempontjaival, és ezért nagyon sokszor sajnos bizonyos képességek elvesztésével fizetnek az ember által végzett szelekción átment élő lények. Abszolút egyetértek, sőt, hát ugye erről iszonyú sokat írtam, hogy magát a méheket is sokszor azért nem látjuk évszázadokon, ezredeken keresztül, mert emberi társadalmat feltételezünk benne, az épp aktuális kor emberi társadalmát, és emberi tulajdonsággal antropomorfizáljuk ugye az általunk megfigyelt élőlényeket. Nem tudunk elvonatkoztatni emberi mi voltunktól. Pont erre szerettem volna rákérdezni, mert szerintem ez megint egy nagyon jó találkozása a természettudománynak és a bölcsészettudománynak, tehát hogy a méhek mint közösség, vagy a méhek mint társadalom, a méhek mint család, illetve elhangzott az anya fogalma is, tehát én azt hiszem, ez egy olyan téma, amihez mind a két tudományterület tud kapcsolódni, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek azt biztosan tudják, vagy rácsodálkoznak, hogy ez milyen tökéletesen tud működni a méhek. De ez nem társadalom. Tehát ez egy szuper szervezet. Azt kell tudatosítani, hogy a méh család az olyan, mint mondjuk egy ember. Tehát a méh egyedek azok tulajdonképpen a sejtek megfelelői, és ahogy különböző sejtjeink vannak, ugyanígy a családban ki vannak osztva a szerepek, és tulajdonképpen a család az egy organizmus, és nem az egyedi méh. Az más kérdés, hogy ez sok egyedi organizmusnak az összessége, de végül is ez a szupraindividuális organizmus, ugye ezt szokták mondani, ugyanez igaz a hangyabolyra, és ugyanez igaz a méh családra is. Ráadásul folyamatosan változtatják a szerepüket, ugye, hogy a koruk, ha megy előre, minden szerepben tetszenek. Például egy fiatal méhecske, miután megszületik, az első feladata a takarítás. És a gyerekeknek ezt lehet mondani, hogy takaríts ki a szobádat, mert a méhecskék is ezzel kezdik a pályájukat. Néhány rövid mondatban így megpróbálnátok összefoglalni, hogy akkor ez az életkor során milyen feladatokat látnak el? Kezdik a takarítással. Igen, hát ugye először nem repülnek ki. Egyébként a hordás alatt egy méhecskének, nem tudom, 32, hány napig él egy méhecske? 30. Más a téli méh és más a nyári méh. Tehát a nyári méhek azok körülbelül 40 napig élnek, a téli méhek azok pedig körülbelül 4-5 hónapig, mert hiszen novembertől márciusig át kell terelni. Így van, és egy anya, ha jól tudom, 6 évig is elérhet. Azért manapság már ritka, éppen a szelekció miatt ritka, a 3 évnél idősebb anya általában 2-3 éves korban lecserélik a méhészek, sajnos az én szempontjaim szerint, de ez már a méhészek dolga, nekem ahol volt, a termelés a központ. Nekem volt 5 éves anyám, nagyon meg voltam vele elégedve. De ugye, hogy ekkora különbségek vannak a korban, részben azért, mert elkopnak a méhek, amikor hordás van, így mondjuk, tehát tényleg elfáradnak, és akkor úgy indul a történet, hogy ugye petelárva be, ki kell, elkezd takarítani, kitakarítja azt, ahol ő született, azt a sejtet, ott körülötte, utána ez a takarítás rész marad meg, aztán a többi kis méhecske táplálása.
Gondozó méhek lesznek. Gondozó méhek lesznek. Javíts ki, Miklós, nyugodtan. Nem, hogyha nem, csak, bármi nem csak kiegészítelek. Ezért bioszból nem voltam olyan jó. És aztán utána jön az, hogy elkezdenek kirepülni, és akkor a tájolás. Tehát, hogy nem egyből elmegy és bevásárol, hanem meg kell tanulnia, hogy, hogy melyik az a kis odó, ahova ő neki vissza kell. Lakóhelyismeret volt régen, ugye ez a tárgy az iskolában. Tehát a saját kaptárgya környékén röpköd, és azokat a tereptárgyakat azonosítja, hogy vissza tudjon találni majd. És ráadásul nekik öt szemük van, csak hogy tovább nyomjuk ezt a szuperorganizmus cifi vonalat. Pont most egy méhész barátommal sokat voltunk emberek között, és egy adott ponton megszólalt, hogy most már igazából csak hatlábú és ötszemű lények közé vágyok egy jó darabig. És akkor gondoltam, hogy de ebből lehetett tudni, hogy nem emberek közé. Uh-huh. De visszatérve, hogy utána a hordás az úgy történik, hogy vannak kutatóméhek, akik megkeresik a táplálékot, visszarepülnek ugye a kaptárba, Carl von Fisch erre kapta a Nobel-díjat, hogy a Méhek tánca című könyvében leírta, milyen gyönyörűen kommunikálnak a méhek, ott eltáncolják egymásnak, hogy merre van a hordás, és aztán elkezdenek hordani, vannak, akik őrök lesznek, ugye, akik a bejáratot őrzik, vannak, akik hordók, és aztán a méhecske élete viszonylag gyorsan ott véget is ért. És akkor ne felejtsük el, hogy alapvetően három fajta méh van minden méhcsaládban. Ugye van egy anya, mi sokkal jobban szeretjük a királynő megjelenés helyett a méh anyát, ugye ez a könyvből is kiderül, sokkal jobban leírja, és ugye azt is mutatja, hogy ez nem egy szervezett társadalom, hanem egy így működő organizmus a méhcsalád. Tehát van az anya, anya csak egy van. Tehát ugye ez a közmondás itt a méheknél főleg igaz. Dolgozóból tél végén, tavasz elején körülbelül egy 8-10 ezer van a családban, ez a hordás alatt nyáron fölmegy 40-50 ezerre, és a tavasz elejétől elkezdenek heréket is nevelni, ezeknek pedig egyedüli feladata a genetikai variabilitás biztosítása, tehát ők azok, akik megtermékenyítik az agyát, és nem csak a saját kaptárból kikerülő anyát elsősorban, hanem vannak úgynevezett rajzóhelyek, tehát a méhanyák és a herék az adott tájegységen belül, mondjuk egy 10 kilométeres sugarú körön belül összegyűlnek egy völgy fölött, vagy valamilyen általuk ismert terepadottságot felismerve, és itt több ezer here és anya találkozásánál jön létre tulajdonképpen a genetikai keveredés, és utána mindenki, minden anya megy vissza a saját családjához, és viszi tovább az öröklött géneket. A herék szerepéről nagy viták vannak, hogy vajon tényleg csak a párzása ugye a feladatuk, mert ilyen szőrösebbek, ducibbak, tényleg ilyen rocker kinézetük van, és ilyen nagy gülű szemük, és a legfőbb feladatuk, hogy nagyon gyorsan, nagyon jól repüljenek, tehát kiváló repülő tulajdonságokat adjanak, mert ugye a méheknek nagyon jól kell tudniuk repülni, és megtalálják az anyát, és amikor megtalálják az anyát, ez a párosodás megtörténik, akkor beleszakad a hímivar szervük az anya párzószervébe, köszönöm Miklós, és az anya pedig visszarepül a kaptárba, és olyankor lehet látni, amit úgy hívnak a méhészek, hogy nászszalag, ami kilóg az anyából. A here ott vége, tehát ott meghal, miután kiszakad a hímivar szerve. Úgyhogy erre szoktam mondani a barátaimnak, hogy ez az igazi Jim Morrison life, amit ott nyom egy here. Lehet ezt így sokféleképpen nézni. Ugye, ha emberi szempontból nézzük, akkor ez szörnyű férfi szempontból. De ha a méhek szempontjából nézzük, akkor ott teljesen más szempontok vannak, és azt látjuk, hogy hihetetlenül intelligensek. Tehát például, amikor, amit mondott is a Miklós, a rajzásra sor kerül, hát nagyon komoly, a Seely-nek a könyve szól erről, a Lindauer írt erről, hogy hogyan döntik el, hogy hova rajoznak ki. Ezt már a Carl von Fisch is kérdezte, igazából nem tudta tudományosan ezt végigvinni, de azok a kutatók, akik veled dolgoztak együtt, és ez már viselkedéstudomány, nem is annyira biológia, ők vizsgálták ezt, hogy a rajzás során hogyan döntenek a méhek
különböző lehetséges helyek közül. És számomra hihetetlenül érdekes volt, hogy ez a Thomas Seely, aki egy kortárs méhkutató, biológus, ő a Méh család demokrácia, vagy a Mézelőméh demokrácia című könyvében, The Honeybee Democracy című könyvében, ő arról ír, hogy a méhek demokratikusan döntenek. És én ezen annyira, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy nevettem, vagy így, de hogy tetszett az, hogy a középkorban királyságnak láttuk a méhek, az ókorban polisznak látta Arisztotelész a méheket, most meg demokráciának látjuk a méheket. Úgyhogy maradok a magyar méhészek megnevezéseinél, hogy a méh család, meg a méh anya, ugye, ami tényleg szerintem nagyon szép és pontos megfigyelések, és nem projektálunk olyat, ami nincs ott. Igazából egy utolsó kérdésre van helyünk, hogy mi ma, 21. században a méheknek, vagy még inkább felületek közelítve egy méhésznek a feladata. Most mindazon túl, hogy vigyázzunk a méhekre, segítjük őket az átterelésben mondjuk, vagy ott lesz a polcon a legvégén a méhész. Szóval mi lenne az ilyen utolsó gondolat, amiben így meg tudnátok fogalmazni akár a saját helyeteket, szerepeteket, vagy akár távolabb is, hogy egy méhész az mit jelent a 21. században? Hát, mint minden ember találja meg a saját boldogulását, helyét a természetben, és hogyha ezzel másokat tud segíteni, akkor termeljen mézet, viaszt, pollent, bármit, vagy csak azt segítse elő, hogy a méhei beporozzák a vadvirágokat, vagy a termesztett növényeket, illeszkedjen be abba az ökológiai nisbe, amiben éppen kedve tartja élni. Én azt mondom, hogy mindenki élje és élvezze a maga életét, ez a legfontosabb feladata. És amennyire lehet, segítsen másokat. Ugyanezt a méhek egyenként is mind megcsinálják. Abszolút egyetértek, ez az élni és élni hagyni vonal, ez számomra is érvényes. Max annyival egészíteném ki, hogy persze egy méhész is ugyanolyan ember, mint bárki más, csak hát valamiért bogaras lett, ahogy mondani szoktuk, tehát ezt tetszett neki. De ugye a régi magyar hagyományokban, a néphagyományban a méhészeket ugye ördöngős méhészeknek tartották, valamennyire ilyen határterület volt ez, valamennyire ott a természet és az ember világának határán kell, hogy mozogjon feltétlenül egy méhész. Említettük a beszélgetést elején ezt a tudatosságot. Szóval én úgy gondolom, hogy nagyon nagy felelőssége van a méhészeknek, és nem kell, hogy mindenki író legyen, és könyvet írjon ezekről a dolgokról, vagy virológus legyen, és meggyógyítsa a betegségeket. Szerintem a nagyon egyszerű, átlagos, normál méhészek is nagyon sokat tehetnek. Azzal, hogyha például nem kizsákmányolandó méztermelő gépnek nézik a méheket, hanem megbecsülik őket, tisztelik őket, és közben pedig a környezetüket, a kisközösségeket, falvakat, nem tudom, városokat, ahova bejárnak a piacokra, felhomályosítanak arról, hogy máshogy ne mondjam, hogy miért fontos és szuper élelmiszer a méz, hogy hogyan hamisítják, hogy miért fontos, hogy magyar termelőktől vásároljanak mézet az emberek, hogy minden vásárlás, szavazás és döntés például, és hogy az élelmiszer hamisítás az igazából a csendes népírtásnak egy igen kifinomult módja a modern társadalomban, és a méz az egy nagyon érzékeny termék, vagy élelmiszer. Ugye az élelmiszer az egy szent dolog kéne, hogy legyen, hiszen abból van energiánk, az épül be a szervezetünkbe, abból jutunk előre, nem szabad visszaélni a fogyasztó bizalmával. Én azt szoktam mondani, hogy én is az én mézemet eszem, és szeretek cserélni például mézet a tehenészettel, aki tyúkokat tart, akkor azzal, mert arra nekem nincs időm, lehetőségem, és szeretem, amikor a mézemet be tudom cserélni tojásra, vagy nem tudom, tehát, hogy ezek ilyen jó dolgok, és bízok benne, hogy aki azokat a tyúkokat tartja, azt a tojást hozta, ő is legalább olyan odafigyeléssel, odaadással gondoskodik azokról az állatokról. Szóval én ezt akarom mondani, hogy a méhésznek a szerepe az egy ilyen felelősséggel teli szerep, de talán mindenki az, aki ma ember a 21. században. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Az epizód az első pesti egyetemi rádió technikai támogatásával készült.